A híradó végén a nap eseményeiről még egyszer, egy-egy mondatban. Július elején terjeszti a parlament elé kormánya programját Orbán Viktor kijelölt miniszterelnök. Magyar Bálint lett a Szabad Demokraták Szövetségének új elnöke. Az előrejelzések szerint az ellenzéki szociáldemokraták nyerték a csehországi parlamenti választásokat. Ausztriában a kelet-európai országok megsegítésére kérte a nyugatot II. János Pál pápa. Erdélyben újabb 3 ember halt meg a több napja tartó esőzést követő árvízben. Hírösszefoglalóval legközelebb holnap délben jelentkezünk itt az egyes műsoron. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Jó estét kívánok! Lassan kelet felé távolodik az Erdélyben is árvizeket okozó ciklon felhőzete, de ma még egy nedves léghullám átvonult a Kárpát-medence fölött, és mindezt tanúsítja a radari képünk is, keleten ebből szorványos esők voltak, de már nem nagy mennyiségű eső. Az éjszakai órákban tovább csökken a felhőzet, és hajnalra általában 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap napközben már keleten is lesz napsütés, nyugaton pedig több lesz a napsütés a mainál. Jelentős melegedés indul meg, a legmagasabb hőmérséklet délután 24 és 29 fok között várható, de nem lehet kizárni néhány helyen a 30 fokot sem. Legfeljebb egy-egy nyárias zápor lesz. A Balatonnál is igazi strandidőre számíthatunk 26-28 fokos levegő hőmérséklettel. Ma még meglehetősen hűvös volt állóvizeink hőmérséklete alacsony volt, holnapra azonban már 2-3 fokkal melegedni fog. Holnap után igazi meleg idő lesz, kánikula, 27-32 fokos legmagasabb nappali hőmérséklettel, egy hideg front előtt, amely kedre viradóra érkezik meg, és amely záporokat, zivatarokat hoz nyugat felől. De hétfőn még napközben zömmel napos lesz az idő. Aztán kedden kissé visszaesik a hőmérséket a hideg front hatására, de szerdától kezdve újra melegszik az idő. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!